Tovább szépül városunk, sok a vasúti baleset, Karcagnak fejlődnie kell. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 14-én 18 óra 5 perckor. Elkezdődött városunkban a faültetési akció. A részletekről Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét, valamint F. Kovács Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét kérdeztük. Ahogyan a képviselő elmondta, idén tavasszal is új lágy és fászáró növények kerülnek kiültetésre a város különböző pontjain. Mindenképpen szépül Karcag, mert Karcag mindig arról volt híres, hogy nagyon sok fa, zöld terület van az egész városban, hiszen szélesek az utcák, az épületek, a lakóházak előtt fasorok vannak, gyümölcsfák akár, van olyan széles utca, ahol két sor fa is van, és nagyon szép tavasszal és nyáron a város. És hogy most megépül az új kerékpárút, végig egy csodálatos fasor kerül ide ültetésre, mi is egy kicsit ebben részt vettünk, és én azt gondolom, hogy néhány év múlva egy nagyon csodálatos városkép lesz az új kerékpárút mellett, egy csodálatos fasor, és továbbra is szép lesz, és embereknek gyönyörködtető ez a város. A városvezető kiemelte, hogy a város több pontján folyamatosan zajlik a kerékpárút hálózat felújítása és kiépítése. A Széchenyi Sugárút, a piac környéke, a Kacsó utca, a Táncsics körút, a Dózsa-György út, a Madarasi út, illetve a Berekfürdő felé vezető bicikliút is jelenleg munkaterületként funkcionál. Folyamatosan zajlik a kerékpárút építése, felújítása a város több pontján. Ugye a Széchenyi Sugárút, a piac környéke, a Kacsó utca, a Táncsics körút, Dózsa-György út, illetve majd tovább a Madarasi út, illetve a Bereki felé vezető kerékpárút is jelenleg folyamatosan munkaterületként funkcionál. És ugye ennek a pályázatnak része az, hogy nem csak az aszfalt út épül meg, és ahogy ugye lehetett a tavalyi évben is többször tapasztalni, hogy azokat a fákat, azokat a bokrokat, amelyek útba estek a kerékpárút nyomvonalában, azokat el kellett távolítani. És ugye már akkor mondtuk, hogy amikor az időjárás lehetővé teszi, akkor természetesen ezeknek a fáknak a mennyisége pótolva lesz. Most nem annyi fa kerül ültetésre, mint amennyi áldozatául esett idézőjelben a kerékpárútnak, hiszen ha jól emlékszem a számokra, akkor 120-125 fa került kivágásra, amely többségében egyébként is megérett arra, hogy pótolva, illetve hogy cserélve legyen. Most ezeknek a fáknak a helyére, illetve ennél jóval több, hiszen 180 facsemete kerül a városban elültetésre a kerékpárút pályázat kapcsán. Ennek az ültetése zajlik a mai napon, illetve a napokban. A továbbiakban arról is szólt, hogy nem csak a kerékpárút hálózat mentén, hanem a település egyéb pontjain is találkozhatnak a város lakói a facsemetékkel. A Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági kampányt indít a vasúti átjáróban történő közúti balesetek számának csökkentése érdekében. A kampányban többek között szorgalmazzák a kiemelten veszélyes, kizárólag fénysorompóval biztosított vasúti átjárók felszerelését, minél nagyobb számban, legalább fél sorompóval, továbbá a sorompó nélküli, akár fénysorompóval ellátott vasúti átjárók számának csökkentését, a teljes sorompóval ellátott vasúti átjárók számának növelését. A kampányban folyamatos felhívást intéznek az autósokhoz, hogy mindig fokozott körültekintéssel közelítsék meg a vasúti átjárókat. Vegyék figyelembe a KRESZ ezzel kapcsolatos több lépcsős követelményrendszerét, írják a közleményben. Karcagnak fejlődnie kell, ezért a legutóbbi képviselőtestületi ülésen fontos döntéseket hoztak a városvezetői. Napirend előtt köszöntötték a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium sikeres tanulóit és felkészítő pedagógusait. Tisztelt televízió nézők, tisztelt megjelentek! Február 25-én került megrendezésre a Letia OB, Legyél te is agrárgépész országos bajnokság döntője, melyet az idén is az online térben tudtak csak megvalósítani. A résztvevő csapatok nagyszerű teljesítményt nyújtottak és remekül oldották meg a szakmai zsűri által összeállított feladatokat, így rendkívül szoros végeredménnyel, de első helyezett lett a Pionier Team csapata, a karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai,
név szerint Décsei Attila, Nagy Pál, Ragályi Mihály, Szabó Sámuel és Kis László, míg második helyezett lett a Kemény Mag csapata, szintén a karcagi Szent Annai Sámuel református gimnázium, technikum és kollégium diákjai, név szerint Csala Dávid, Farkas Máté, Szabó Erik, Adamik István és Semsei Márk, felkészítő pedagógusok, Simon Gyula tanár úr volt. Az elért eredményekhez Karcagváros önkormányzata nevében gratulálok mind a diákoknak, mind a felkészítő pedagógusoknak, hasonló eredményeket, sikereket kívánok valamennyiőjüknek. Felkérem Simon Gyula felkészítő pedagógust és a tanulókat, hogy legyenek szívesek kifáradni és egy-egy ajándékot átvenni. Karcagváros polgármestere költségvetés módosításának tárgyalása során jelentette be, hogy újabb két pályázat lett sikeres és kapott támogatást. A nagy vénkerti városrész csapadékvízelvezetése, játszótér és közlekedés biztonsági fejlesztése 500 millió forint, a Kinizsi úti óvoda tetőcseréje 60 millió forint támogatásban részesült. Mielőtt szavazunk, azért örömmel szeretném bejelenteni, hogy várhatóan a következő testületi üléseken is módosítani szükséges, hiszen nem olyan régen kerültek pályázataink beadásra a top pluszos pályázatokban. Így örömmel mondom, hiszen tegnap, illetve a mai napon érkezett két támogató nyilatkozat, amelyben a Nagyvénkerti városrész csapadék elvezetésére 499 millió 999 985 forintot, tehát közel 500 millió forintot nyertünk, amely a Nagyvénkerti városrész csapadékvíz elvezetését, illetve az ottani utak, egy-két zebra elhelyezését, okos zebra, okos pad és játszótér kialakítását is tartalmazza, legalábbis a beadott pályázat szerint. Nyilván ezeket felül fogjuk vizsgálni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír, illetve a másik támogató okirat, ez pedig a Kinizsi úti óvodának a tető felújítására kaptunk támogatást, 59 millió 655 543 forint értékben, tehát 60 millió forint támogatást a Kinizsi úti óvodának a felújítására, úgyhogy mindenképpen dolgozni kell majd még a költségvetés módosításán, vélhetően így akkor a főösszegek is egyre följebb kerülnek majd tornázásra. Az önkormányzatülés elérhető a Karcag Média Centrum applikációjában is. Köszöntöm nézőnket, Tóth Barnával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgatójával beszélgetünk. Itt már a második fél évben vagyunk. Azt gondolom, hogy mindenki számára fontos volt, hogy jelenléti oktatás zajlik jelenleg is. Hogyan zárták az első fél évet? Az első fél év olyan értelemben nem volt könnyű, hogy az elmúlt másfél év azért nyomot hagyott bennünk. A jelenléti oktatásnak nagyon örültünk, mert úgy gondolom, hogy tehát amire ez a magyar oktatási rendszer úgymond szocializálódott, az mégiscsak ez. Tehát ez az, amiről sokat tudunk, aminek a működését jól ismerjük. Viszont olyan problémák jelentkeztek nálunk
a nevelőtestületen belül is, akár pedagógusként, egyen-egyenként, tehát olyan majdnem azt mondom, hogy ilyen pszichológiai jellegű gondokkal kellett szembenéznünk, ami nem volt egyszerű, és a diákjainkon is meglátszott. Úgy gondolom, hogy ez az első fél év azért elegendő volt arra, hogy egy picikét helyre zökkenjünk, és megpróbáljuk normális tempóban és normális körülmények között folytatni a munkánkat. Azért ők már a végzősök lassan számolják az érettségit is, de az alsóbb osztályosoknak a tanulmányi versenyek azért javában zajlanak még. Igen, a tanulmányi versenyek is abban a kategóriába tartozik, ahol vissza kellett zökkennünk a korábbi normálisnak gondolt kerékvágásba, és egyre több tanulmányi versenyen tudunk indulni mi is újra, illetve mi magunk is ugye rendezzük a Dr. Hajdú Maharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyt, és diákjaink is természetesen részt vesznek ezeken. A sportversenyek is ugye most tavaly szinte, vagy az előző másfél évben szinte teljes mértékben elmaradtak, most azért úgy néz ki, hogy visszaáll ez a rendszer is. Elfáradtak a kollégák és a diákok, tehát így hirtelen másfél év után most folyamatosan eddig jelenítő oktatás megy. Érződik ez egy picit a gyerekeken és a pedagógus kollégákon? Én úgy gondolom, hogy érződik. Hála Istennek megvan mindannyiunkban az a pozitív gondolkodás, hogy tudjuk, hogy ez a normális, és itt tudunk igazán értékes dolgot nyújtani a diákjainknak, tehát ez maximálisan motivál bennünket, de a fizikális fáradtság az mindenféleképpen jelentkezik. Beszéljünk azért az őszről is egy kicsit, hiszen azért a nyolcadikosoknak is mostanában kell beadni a jelentkezést. Az előbb említette ezt az öt irányvonalat, ez ugyanígy megmarad ősztől is? Igen, ugyanígy várjuk ezekre az emelt óraszámú gimnáziumi képzéseinkre a nyolcadikos diákokat, az érdeklődő nyolcadikos diákokat. Egy hatodik lehetőséggel szeretnénk kiegészíteni. Ennek a gimnáziumnak a falai között hagyományai vannak az általános gimnáziumi képzésnek, és mi most teszünk egy kísérletet arra, hogy felajánljuk ezt újra. Én abban bízom, hogy fognak élni ezzel a lehetőséggel többen. Ennek ugye az az előnye, hogy mondjuk, hogy a fakultáció váltásig 9-10. Év folyamon újabb 2 évet kapnak a diákok arra, hogy még gondolkozzanak egy picit, hogy mi is a számukra megfelelő irány, és nem kell rögtön 9-ben eldönteniük, hogy merre szeretnének tovább, mik azok a tantárgyak, amikből mondjuk emelt óra számú képzést szeretnének kapni. Viszont megvan az az előnye is, hogy ugye minden iskola rendelkezik néhány órával, amit pluszba egy-egy tantárgyhoz hozzátehet, és mi ezt úgymond általánosan szeretnénk felhasználni, tehát az érettségi tantárgyakat szeretnénk megerősíteni, de nem kifejezetten mondjuk egy természettudomány, vagy mondjuk egy bölcsészettudomány irányába mutató irányvonalon, nem úgy általában a nyelveket sem felejtve el. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!